Sziasztok, ez az Egyszülő Egy Podcast következő beszélgetése, következő adása. A mai napon egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amivel nagyon sok konfliktust, nagyon sok fájdalmat, nehézséget meg lehetne előzni, ha egy kicsit többet használnánk. Évente sok ezer válás történik Magyarországon, és akkor még nem beszéltünk azokról az esetekről, ahol nem házasságban éltek a szülők, hanem élettársi kapcsolatban, és az bomlik fel. A sok ezer válás, különválás ellenére nagyon kevés olyan eset van, ahol már a keresetlevél beadásakor, a bírósági folyamat elkezdésekor közvetítést, segítséget kérnének. Pedig ha bármilyen esélyt láttok az egyességre, akkor nagyon jó lehetőség az, hogy bírósági közvetítést vegyetek igénybe, hogy nem éljenek el tovább az ellentétek, hogy lehessen, hát azt gondolom mondhatjuk így partnerekhez méltóan kommunikálni. A mai beszélgető társam Jan Csecné, dr. Kucik Vera, aki bírósági közvetítőként dolgozik most már sok éve. Sok szeretettel köszöntöm. Hogyha lemennénk most az utcára, és megállítanánk néhány embert, hogy tudják-e, hogy mi az, hogy mediáció, akkor vajon tudnák, hogy mi az a mediáció? Azt gondolom, hogy nem. Én azt látom, hogy Magyarországon sokkal több a mediációra alkalmas szakember, mint az ügyfél. Tehát még nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Nagyon sok jó szakember van, akik várják szeretettel az ügyfeleket, de még mindig, hogyha konfliktusuk van az embereknek, akkor inkább a bírósághoz fordulnak. Vajon ez azért van, mert nem ismerik, vagy azért, mert egy kicsit félnek attól, hogy mi is történik velük egy szobában, ahol egy mediátorral kell leülni, ráadásul egy olyan helyzetben, ami hát általában tele van konfliktussal? Szerintem inkább a tájékozatlanság, tehát hogy nem ismerik ezt az eljárást, mert ha ismernék, ha bármi ismeretük lenne róla, tudnák, hogy itt nincs semmitől tartaniuk. Ha a mediációban nem köttetik megállapodás, még mindig ott van a lehetőség arra, hogy bírósághoz forduljanak. Tehát akkor nézzük meg, hogy egyáltalán ez mit jelent. Hogyha én egy olyan helyzetbe kerülök, hogy konfliktusom van, mondjuk éppen a volt párommal, vagy éppen egy válás közben vagyunk, hol van az a pont, ahol én igénybe vehetek mediációt? A konfliktusnak fázisai vannak, és én azt gondolom, hogy egy olyan fázis van, és ezt tanuljuk is, amikor nem lehet hatékonyan mediálni, ez amikor a felek a destruktív szakaszban vannak, egymás megsemmisítésére törekszenek. Ez a konfliktusnak a negyedik fázisa. Ezt megelőzően, amikor vitába szállnak egymással, amikor észlelik, hogy konfliktusuk van, akkor lehet hatékonyan mediálni. Akkor is lehet hatékonyan mediálni, amikor kicsit már bemerevednek a pozíciók, de közvetlen tárgyalással nem tudják megoldani a problémájukat, és egy harmadik vitában nem érintett fél bevonása szükséges ahhoz, hogy a konfliktusuk megoldódjon. Ekkor még mindig lehet hatékonyan közvetítéshez fordulni. Mint mondtam, ugye nem lehet akkor, amikor a düh és a harag elhatalmasodik rajtuk. Ez az a szakasz, amikor én úgy látom, és mások is úgy látják, hogy az első ülésen be kell fejezzük a közvetítést, és jobb a feleknek is, és mindenkinek, hogyha visszamennek a perbe. Viszont van még egy fázis, a kimerültségi fázis, amikor viszont már minden mindegy hangulatban vannak a felek, akkor megint tudunk együtt dolgozni, mert tényleg végül is az a céljuk, hogy elváljanak egymástól, és ebben mi megint csak tudunk segíteni. Hogyha én azt mondom, hogy szeretném megoldani ezt a problémát, szeretném, hogyha segítene egy szakember, de a másik fél azt mondja, hogy ő nem akarja, akkor van lehetőség mediációra? Ha most bírósági közvetítésről beszélünk, akkor a bíró amennyiben úgy látja, hogy a felek esetleg a jövőbeni kommunikációjuk javítása érdekében jó, ha közvetítőhöz fordulnak, vagy úgy látja, hogy a szülői felügyeleti jog rendezésében a konfliktusaik ellenére megegyezhetnek,
akkor kötelező közvetítést rendel el. A mediációban való részvétel ilyen esetben sem kötelező érdekes módon, ami kötelező az első ülésen megjelenni, végighallgatni az általános tájékoztatást, és akkor eldöntik a felek, hogy részt vesznek az eljárásban, vagy nem. Az esetek döntő többségében részt vesznek ebben az eljárásban, hiszen ha már ott vannak, akkor miért ne próbálnák meg. Az önkéntes közvetítés esetében pedig maguk döntenek úgy, hogy közvetítőhöz fordulnak. Egyébként az önkéntesség maga az egyik eljárási alapelv, tehát senkit kötelezni, kényszeríteni arra, hogy mediációban részt vegyen, nem lehet. Tehát gyakorlatilag akkor kétféle mediációról beszélhetünk. Az egyik az, amit a bíróság elrendel, amikor úgy látja, hogy ennek most ott nagyon lenne helye. A másik pedig az, amikor a pár vagy a két fél dönt úgy, hogy ők a bírósági eljárás előtt, alatt, után fordulnak mediátorhoz. Igen, nálunk eljárási szempontból ez a két forma létezik, tehát a kötelező és az önkéntes közvetítés. Nyilván az önkéntes a legjobb, mert akkor tényleg van egy hajlandóság eleve arra, hogy megegyezzenek egymással. És igen, lehet mediátorhoz fordulni a per előtt és a per alatt. Egyébként érdekes, hogy a per után is. Annak olyankor mi már az értelme, hiszen már született egy döntés? A jogvita akkor már lezárult, de nagyon sok olyan esetet látok magam körül, hogy a szülők továbbra sem találják a közös hangot egymással. És ilyenkor nem a jogvita köré szerveződik maga a mediáció, hanem az együttműködésük javítását célozza. Ilyen esetben nem is kell, hogy jogász legyen a mediátor, tényleg kiváló nem jogász mediátorok működnek. Őket az igazságügyminisztérium tartja nyilván, van egy névjegyzék, ahonnan lehet mediátort választani, ők piaci alapon működnek. Család- és gyermekjóléti központok működnek a fővárosban kerületenként, vidéken járásközpontokként, és a helyi lakosok fordulhatnak jogi és nem jogi ügyekben ezekhez a szolgálatokhoz, központokhoz, és ott is nagyon jó mediátorok működnek. A család- és gyermekjóléti központokban a mediációs szolgáltatás a bírósági közvetítéshez hasonlóan ingyenes. Azt mondta, hogy jogi és nem jogi ügyekben is. Igen. Milyen ügyekben érdemes, vagy milyen ügyekben lehet mediációt kérni, mediátorhoz fordulni? Hát azért a családon belüli konfliktusok rendezésére nagyon javasolható. Kamaszmediációt is csinálnak család- és gyermekjóléti központban. Igen, tehát a családtagok közötti vitákban nagyon hatékonyan tud működni. Akár mondjuk még meg is előzhető egy válás azzal, hogyha időben mediátorhoz fordulunk? Vagy ez már abban a szakaszban van, amikor már eldöntötték a szülők, a pár, hogy ők el fognak válni? Ugye ez egy határterület, a párkapcsolati mediáció és a válási mediáció. Ha a feleknek konfliktusuk van, de nem szeretnének válni, csak folyamatosan időről időre ugyanazok a problémák fellángolnak közöttük, akkor érdemes igen mediátorhoz fordulni. Nincs is válási szándék egyáltalán, ne is legyen, nem kívánom senkinek, akkor ez hatékonyan tud működni. Ez a konfliktus rendezési forma, igen. Mi az, amit várhatnak a felek egy mediációtól? Mi a célja ennek? Meddig tudnak eljutni? Hát itt sem mindegy, hogy ugye a bírósági közvetítésről beszélünk, vagy a nem bírósági közvetítésről, mert ugye az ügyfeleknek attól függő, hogy mi a célja, attól függően fordulnak mediátorhoz. Tehát nyilván más célokkal érkeznek egy válási mediációba, mint egy családi konfliktus rendezésébe. Mi az, amit várhatnak? Mit kaphatnak egy ilyen mediációtól? Az együttműködési képességük javítását, az adott konfliktusuk rendezését, akár kommunikáció javítást is, tehát megtanulnak egymással kommunikálni, a szükségleteiket, érdekeiket megfogalmazni, és meghallani a másikat. Ebben híd a mediátor, ebben segíti őket.
Tehát gyakorlatilag ők egy mediációs ülés, vagy egy sorozat végén meg tudnak egyezni valamiben, egy valamilyen egyességet tudnak elérni. Mi történik ezzel az egyességgel? Elviszik a bíróságra, vagy ők maguk is bizonyos dolgokat le tudnak ott zárni? Meddig terjed ez a lehetőség? Ugye én bírósági közvetítőként nyilvánvalóan arra vagyok specializálva, hogy ezek a jogviták, ezek lezáruljanak. Tehát, hogyha tényleg szigorúan a bírósági közvetítésről beszélünk, akkor annak az a célja, hogy a jogvita egyességgel záruljon. Én ebben segítem a kollégáimmal együtt a feleket. Azért kell ehhez jogásznak lenni, mert a megegyezésnek, a megállapodásnak egy jogilag végrehajtható határozatnak kell lennie. Itt ebben a formában, amikor nálunk megkötetik a megállapodás, valamennyien aláírjuk. Így ez egy közokirat, de nem végrehajtható. Ahhoz, hogy végrehajtható legyen, ez azt jelenti ugye, hogy államilag kikényszeríthető, tehát ítélethatályú közokirattá váljon, ahhoz a feleknek vissza kell menniük a perbe, mert hiszen nálunk van már egy alapeljárásuk folyamatban, azért vehetett bírósági közvetítőt igénybe. Vissza kell menniük a perbe, a bíró tárgyalást tűz ki, jegyzőkönyvbe foglalja a megállapodást, ezt az egyességet, ezt a végzéssel jóvá hagyja, a felek lemondanak a fellebbezési jogukról, és akkor aznap jogerős, tehát véget ér a jogvitájuk, véget ér a perük. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem a bíró dönti el, hogy mi fog történni mondjuk egy válás után a családban, hanem ők saját maguk hoznak egy ilyen, nevezzük úgy, ítéletet, vagy egyességet, amit a bíróság már csak jóvá hagy. Én ezt jól értem, hogy akkor ez ezt jelenti? Igen. A döntést azt ők hozták meg. A felek hozták meg, és nem a bíró. Kik azok, akik ezt igénybe tudják venni? Bárki, aki mondjuk egy bírósági perben, akár egy vállóperben, egy bontóperben benne van? A bírósági közvetítést is azoknak ajánljuk, akiket a jövőben összeköti valamilyen körülmény, amelynek folytán együttműködésre kötelesek. Tehát ezekben az ügyekben tud a bírósági közvetítés is a többi közvetítéshez hasonlóan jól működni. Tehát ilyenek a házassági bontóperek, a szülői felügyeleti jog rendezése iránti pertípus, a szomszédjogi perek, munkaügyi perek akár. Igen, erre szoktuk azt mondani, hogy mi hiába válunk el, mint férj és feleség, mindig ugyanannak a gyereknek, vagy ugyanazoknak a gyerekeknek a szülei maradunk, amíg csak élünk. Tehát, hogy hiába van most itt egy vége valaminek, de mégiscsak ez a kapcsolat, ameddig élünk, mindig ott marad, úgyhogy valójában szülőként soha nem fognak tudni elválni ezek az emberek. Én ezt azt hiszem, hogy valamennyi ügyemben el szoktam mondani. Amikor kérdezem, miként működik a szülőtársi kapcsolat, és látom, hogy szóba sem állnak egymással, és csak rajtam keresztül kommunikálnak, akkor a kapcsolat szót is tagadják. És akkor el kell nekik mondani, hogy nekik volt vállalásuk, nekik ott vannak a gyermekeik. Nagyon elítélendő, azt gondolom, postásként használni egy gyermeket. Tehát ezek az emberek valaha kötődtek egymáshoz, szerették egymást, gyermekeket vállaltak. Nem tudnak szülőtársként elszakadni egymástól. Szülőtársak maradnak addig, amíg élnek. És ehhez nagyon jó alapot tud nyújtani ugye a mediációban, vagy azon kívül kötött egyesség. Sőt, amikor már még nagyobbak lesznek a gyerekek, és ők még idősebbek, akkor már nem csak szülőtársak, de nagyszülőtársak is lesznek, úgyhogy ez egy olyan kapcsolat, amit soha, de soha nem lehet olyan értelemben felbontani. Hogyha valaki most úgy érzi, hogy szívesen elkezdene egy ilyen folyamatot, akkor annak mi a menete? Hogy lehet ennek nekiállni? Meg kell ugye különböztetnünk a bíróságtól független közvetítés és a bírósági közvetítés.
bíróságtól független közvetítők, mint mondtam, ugye az igazságügyminisztérium névjegyzékéből lekereshető mediátorok, úgyhogy ők jogi és nem jogi ügyekben, bármilyen érdekvitában azt gondolom, hogy szívesen vállalják a felkéréseket. Ugyanígy, ahogy említettem, a Család és Gyermekjóléti Központok is állnak rendelkezésre. A bírósági közvetítők törvényszékenként dolgoznak. Ugye a törvényszék az az igazságszolgáltatás második szintje, megyénként szerveződnek, úgyhogy a megye székhelyeken kell keresni a bírósági közvetítőket. A kérelmeket magukat a törvényszékek polgári elsőfokú kezelőirodáján kell benyújtani. A formanyomtatvány a bíróság.hu honlapról letölthető. Ez egy nagyon informatív honlap, egyébként bárkinek szívesen ajánlom, akinek bármilyen kapcsolata van a bírósággal, mert tényleg nagyon sok mindent meg lehet tudni a személyesen eljáró feleknek is. Nem mindig kell jogi képviselőhöz fordulni rögtön. Úgyhogy ez nagy segítség a mindennapokban. Tehát formanyomtatvány áll rendelkezésre, de egyébként tárgyaláson is jegyzőkönyvben mondható, hogyha valaki úgy gondolja, hogy én most mediátort szeretnék, illetőleg elektronikusan is benyújtható. De mondom, a polgári elsőfokú kezelőiroda fogadja ezeket a kérelmeket. Az előbb említette, hogy a bíróságon kívüli közvetítésnek piaci díja van. A bírósági Igen. közvetítésnek milyen díja van? A bírósági közvetítés ingyenes. Tehát tulajdonképpen az alap eljárási illetékben már benne van, sőt, illetékkedvezményt kapnak a felek, hogyha egyessé köttetik a mediációban, és azt a perbe beviszik, vagy a pertől esetleg elállnak, 90-70 és 50%-os illetékkedvezményt kapnak ezekben az esetekben, attól függően, hogy a per mely szakában következik be az egyességkötés. Tehát nem csak, hogy nem kerül pénzbe, de még pénzt is lehet vele spórolni, nem is keveset. Igen. Az előbb említette azt, hogy a mediáció önkéntes kell, hogy legyen, tehát hogy mind a két félnek. Igen. Valahogy akarnia Szépen kell. Szépen válni nem lehet egyedül. Igen, ez igaz. Hogy van-e bármi olyan, mit lát az eddigi tapasztalatai alapján, amivel egy kicsit ösztönözni lehet, és én most nem az erőltetésre gondolok, hanem valóban ösztönözni azt a másikat, aki azt mondja, hogy már pedig ő nem, ő dühös, ő nem akar, ő még csak szobálni se akar a másikkal. Igen, kötelezni nem lehet senkit, hiszen az eljárás egyik alapelve maga az önkéntesség. De ösztönözni lehet arra, hogy ezt az eljárási formát válassza, mégpedig azért, mert ez az érdeke. Mert ha már bekövetkezik ugye ez a nem kívánatos életesemény, hogy az ember a szülőtársától megválni kénytelen, mert most azért az egyszülős központtal beszélgetek, tehát nyilván ugye nem csak a válóperekben van lehetőség közvetítésre, de most azért érdemes erről beszélnünk ebben az esetben. Tehát azért érdemes közvetítőhöz fordulni, mert mi itt kármentést végzünk, tehát mérsékeljük ezeket a károkat, amik bekövetkeznek, abból kifolyólag, hogy a szülőtársak egymástól megválni kénytelenek. Lehetőleg a legfájdalommentesebben, a legkíméletesebben érdemes ezt egy tényleg gyors és rugalmas eljárásban végigcsinálni, hiszen a perben csak mélyülnek a konfliktusok, amellett évekig el tud húzódni. Én azt szoktam mondani, hogy azt a pénzt, időt és energiát, amelyet a felek a pereskedésbe ölnek, azt mind a gyermekre kellene fordítani. Azt mondta, hogy a bíróság rendelheti el ezt a bírósági közvetítést. A kötelezőt, a igen, kötelezőt. Az önkéntes bármely szakában a perben, mind a jogerőig bezárólag nyitva áll azon felek részére, akik nem kizárt ügytípusban állnak a bíróság előtt. És aki nem szeretne peres eljárást kezdeményezni, az is igénybe veheti a bírósági közvetítést? Az új polgári perrendtartás bevezette az egyességi kísérletre idézés intézményét.
Ez mit jelent? Igen, ez egy még nagyon keveset használt jogintézmény. De ez azt jelenti, hogyha körvonalazódik egy megállapodás a felek között, de mondjuk szakember segítségére lenne szükség, akkor akár csak egy tervvel is mehetnek a bíróság elé, hogy ők meg szeretnének egyezni, és kérnek bírósági közvetítőt. Az egyességi kísérletre idézésnek egyébként két alap esete van. Az egyik, amikor peren kívül már megegyeznek, van egy megállapodás, ezt behozzák a bíróságra, és akkor a bíró nem tárgyalást tűz ki, hanem csak egy meghallgatást tűz ki, jegyzőkönyvbe foglalja ezt az egyességet, amit mondjuk egy piaci mediátor előtt kötöttek a felek. Egyességet végzéssel jóvá hagyja, és így egy ítélethatályú közokiratunk lesz rögtön. Vagy, hogyha nem volt a bírósági eljárást megelőzően piaci mediátornál valaki, vagy nincsen egyesség a kezében, de mondom, terve van, tehát szeretne egyességet kötni, akkor ez a másik lehetőség, hogy a tervvel érkeznek csak, tehát még nincsenek meg a konkrét jogi feltételei annak az egyességnek, és akkor a bírótól rögtön kérhetnek bírósági közvetítőt. De ez csak abban az esetben lehetséges, amikor a törvény a perlést nem teszi kötelezővé. Mert házassági bontóperben a törvény a perlést kötelezővé teszi, hiszen ugye a bíró bontja fel a házasságot ítélettel, és a járulékos kérdésekben, ilyen csúnyán fogalmazunk, hogy járulékos kérdésekben, tehát a gyermekek jogi sorsát érintően, a szülői felügyeleti jogról, a kapcsolattartásról, a gyermektartásdíjról, akár a lakáshasználatról, házastársi tartásról, vagyonrendezésről már lehet mediációs eljárást lefolytatni, már lehet kérni a bírósági közvetítést. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy házasságot csak a bíróság bonthat fel, igen, de minden másban meg tudnak egyezni a szülők. Gyakorlatilag igen. Említette az előbb, hogy a per az akár évekig is el tud húzódni, igen, és én azt gondolom, hogy ez mindenkit megvisel. A benne lévőket, a gyerekeket, mindenkit. Egy ilyen mediációs eljárás, ez körülbelül mennyi ideig szokott tartani? A törvény meghatároz egy 4 hónapos időkorlátot. De igazából ettől el tudunk térni, tehát előfordul ritkább, de reményteljes esetekben, hogy fél évig, évig is mediálunk a felekkel, mire megszületik a megállapodás. Gyakorlatilag addig dolgozunk, ameddig remény van a megállapodásra. Ezt a mediátor azért szokta látni és érezni, mert azért tényleg gyakorlott mediátorok dolgoznak a törvényszékeken. Nyilván fenntartjuk a rendet, és nem hagyjuk, hogy mélyüljön a konfliktus, mert ez nem annak a terepe. Tehát a jövőbe tekintünk, és annak a kereteit próbáljuk meg kidolgozni itt a mediációban. Úgyhogy tényleg addig dolgozunk, ameddig remény van az egyességre, hogyha nincsen remény, akkor nyilván azt az eljárást azt érdemes befejezni mindenkinek az érdekében. Természetesen nem szigorúan statisztikai alapon, csak így a tapasztalatai alapján, hogy körülbelül mondjuk 100 esetből hánynál szoktak elérni egyességet a párok? Inkább igen, vagy inkább nem, akkor hadd kérdezzem így. Azt tudom mondani, hogy a fővárosban jelenleg olyan 30-40%-os az egyességkötés aránya a mediációban. Ez azért a közvetítőnként eltérő, de ez az átlag. Vidéken valamivel több, ott 50%-ban kötnek egyességet. Ez érdekes. Vajon mi lehet a különbség oka? Mi abban látjuk, hogy azért egy kisvárosban akár többet találkoznak a felek egymással, mindenki ismer mindenkit, valahogy jobban megvan, akár az a nyomás is, hogy megegyezzenek. Iskolákban találkoznak szomszédaik egymásnak, mindenki ismer mindenkit. Tehát mi szociológiai okokra
vezetjük ezt vissza elsősorban. Mi itt a fővárosban széttagoltabban lakunk, létezünk, lehet, hogy kicsit frusztráltabbak is az emberek. De erre még nem volt kutatás, hogy ez vajon miért van így. De minden esetben nagyon érdekes és elgondolkodtató. Igen. Hogy képzeljünk el egy ilyet? Hol zajlik egy ilyen mediációs ülés? A járásbíróságokon egy tárgyalótermitől eltérő atmoszférájú mediációs helység van kialakítva, kör alakú asztallal, ovális alakú asztallal, képekkel a falon. Maga az atmoszféra, ez a közvetlen bizalmas légkör is segíti a feleket abban, hogy ne a versengő tárgyalási formát hozzák, hanem az együttműködés felé, egy oldottabb légkörű eszmecsere felé vigyük az ügyet. Azt hiszem, hogy az teljesen egyértelmű, legalábbis nekem ebből a mostani beszélgetésből az, hogy milyen sokat tud segíteni az, ha segítünk a szülőknek abban, hogy újra el tudjanak kezdeni kommunikálni egymással. Van-e olyan ügy, van-e olyan terület, vagy van-e olyan személyiség, aki nem alkalmas, vagy olyan ügyek, amelyek nem alkalmasak arra, hogy mediációs eljárásban részt vegyenek, vagy tárgyalják őket? Igen, sajnos ez így van, nem minden ügy és nem minden ügyfél alkalmas a mediációra. Ilyenkor azt gondolom, hogy nagyon nagy a jogi képviselőnek a szerepe. Tehát a jó ügyvédre tényleg szükség van arra, hogy valaki szépen, etikusan végigvigye az olyan ügyeket, amelyek nem mediálhatóak. Ilyenkor is nagyon kell vigyázni arra, hogy ugye nem élüljenek a perben a konfliktusok, és tényleg se beadványban, sem szóban a felek ne bántsák egymást. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy szükség van a család jobban jártas, jó szakemberre. De a főszabály nagyon jó lenne, ha az lenne, hogy mediációhoz fordulnak a felek. Tehát ha ez lenne az elsődleges szempont, hogy amikor tényleg válásra kerül a sor, nem rögtön ügyvédhez, hanem akár egy mediátorhoz fordulnak a felek, aki nem egyikőjüket vagy másikójukat képviseli, hanem mindkettejüket képviseli és a gyermeket képviseli, az egy nagyon előremutató dolog lenne. Azt mondta, hogy nem mindenki alkalmas a mediációra. Ki az, akinek ez nem fog menni? Ha arról beszélünk, hogy ki nem alkalmas mediációra, taxatív felsorolás nincsen. De összességében elmondhatjuk, hogy nem tudunk olyanokkal együtt dolgozni, akik valamilyen függőségben szenvednek, mondjuk alkohol vagy kábítószer függőségben. Nem tudunk olyanokkal együtt dolgozni, ahol a családban megjelenik az abúzus valamilyen formája, illetve hatalmi erőegyenlőtlenség van a felek között. Nem tudunk együtt dolgozni súlyosabb pszichiátriai esetekkel. Az enyhébekkel igen, hiszen a válás ugye egy nehéz életesemény. Tehát előfordulhat, hogy szakemberhez kell fordulnia annak, aki válik, pszichológushoz, pszichiáterhez, de ettől még a mediációban lehet vele dolgozni. Tehát nem minden ügy, igen, és nem minden ügyfél alkalmas a mediációra. De ha ez lenne a főszabály, akkor meglepődnénk, hogy mennyivel többen alkalmasak rá, mint ahányan nem. A mediációra alkalmas ügyfél ismérveit Fárkonyi Zsuzsától hallottam egy interjúban, és nagyon egyet tudok vele érteni. Ő azt mondta, hogy mediációra alkalmas az, aki érett, aki belátó, empatikus és racionális. És ugye a válófélben lévők esetében nem mindig ezek az ismérvek jutnak először a mi eszünkbe, de mégis azt tapasztaljuk, hogy van, amikor a mediáció elősegíti ezeknek az ismérveknek az előjövetelét a felekben, tehát akár az empátia, akár a belátás a mediáció hatására
alakul ki valakiben, és nem másért, hanem a gyermeke miatt, mert őt nagyon szereti, és hajlandóságot kezd mutatni az egyességre, míg korábban ez nem így volt. Azt hiszem, hogy valóban az egyetlen ember, vagy az egyetlen emberek, akik miatt hajlandóak vagyunk néha saját magunkon is túllépni, azok a gyerekeink, úgyhogy ha saját magunkért nem is teszünk meg egy ilyen lépést, akkor értük mindenképpen érdemes. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én rengeteget tanultam, úgyhogy remélem, hogy sok mindenkinek segíteni fog, aki nem csak a bírósággal és nem csak a bírákkal szeretnék megoldatni a problémáikat, hanem a saját kezükbe szeretnék venni. Én is nagyon szépen köszönöm, és valamennyi bírósági közvetítő társam nevében is az érdeklődést.